Hivatalosan is üzembe helyezték a trafiboxokat Nyírbátorban, amelyeket a város 5 legforgalmasabb bevezető útján építettek ki. Az idősügyi kerekasztal javaslatára az önkormányzat támogatásával ingyenes látás- és hallásvizsgálatot szerveznek a 60 éven felüli nyírbátori városlakóknak. Hamarosan játszóházi fejlesztés kezdődik a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben. Beltéri gyermekjátszóhelyiséget és szabadtéri vízes játszóteret is kialakítanak. Megnyitották a görögkatolikus bölcsődét. Jelenleg a beszoktatás időszakában vannak. Köszöntöm Önöket! A Bátor Televízió híradóját látják. Híreink következnek. Hivatalosan is üzembe helyezték a trafiboxokat Nyírbátorban. Az 5 legforgalmasabb bevezető úton számíthatnak az autósok telepített sebességmérőkre. Már az ünnepélyes átadás előtt is többen beleszaladtak a készülék hatósugarába a megengedettnél nagyobb sebességgel. Egyébként a megyében összesen 8 ilyen trafibox készülék található, amelyből 5 van Nyírbátorban. A város saját költségvetéséből finanszírozta a több mint 30 millió forintos sebességmérőrendszert. Gyakorlatilag lehet az, hogy a közeledő, illetve a távolodó járműket, ami elmegy mellett és kifelé megy, azt is meg tudja mérni, vagy ami befelé jön, attól függ, hogy állítják be a pillagán, vagy mind a kettőt is meg tudjuk csinálni, hogy mind a kettőt tudják mérni. És ennek még egy lényeges szerepe van ennek a trafiboxnak, hogy ettől függetlenül, hogy most ez egy fix helyen van, attól a kollégáim akármelyik irány, attól függ, hogy melyik irányt határozzák meg, rá tudnak csatlakozni egy úgynevezett okos eszközzel, egy novamobil okos eszközzel, és egy leállításos sebességellenőrzést ugyanúgy tudnak eszközölni, mintha a szolgálati gépjárművel lenne ez az eszköz. Tehát alapvetően a célunk ezzel az egész fejlesztéssel az volt, hogy a város bevezető útjaiban, ahol rendkívül nagy a forgalom és rendkívül gyorsan jönnek a gépkocsik, kamionok, teherautók, mezőgazdasági járművek, egyszerűen lassítsuk le a forgalmat. Sokféle elképzelés, sokféle megoldás létezik arra. Én azt gondolom, hogy a leghatékonyabb az, amit mi választottunk. Ezek a fix telepített trafiboxok, ezek mindig itt lesznek. Innentől kezdve már csak az a kérdés, hogy ezekben a dobozokban mikor, melyikben található trafibox készülék. Itt most egy van benne, de nem zárja ki az, hogy akár kettő vagy háromba is bele tudunk rakni ilyen eszközt, és gyakorlatilag nagyobb részt le tudunk fedni a városnak sebességellenőrző tevékenységről. Illetve az sem zárja ki ezt, hogy úgynevezett láncméréseket tudunk alkalmazni, amikor ebben a boxban benne van egy ilyen eszköz, illetve ugyanez az eszköz egy gépjármű, szolgálati gépjárműben, akár előtte, akár mögötte, úgymond egy utómérés fogunk eszközölni, hogy amikor elhaladnak a járművel, járművezetők a trafiboxok mellett, azt követően is mennyire tartják be a sebesség határokat, és a túllépik természetesen azt gondolják, hogy egyet megúsztak, de nem biztos, hogy másikat meg fogják úszni, illetve ez a láncmérésnek az a lényeg, ez még lehet még tovább fokozni, ez még egy kicsit messzebb, még egy nagyobb távolságban, egy harmadik eszközzel is rá tudjuk kontrollálni ezt az egész tevékenységet. Ezt előfordul és szoktuk is csinálni, ha mondta legalább egy-két alkalommal, akár a 4-es számú főutat, megcsináljuk azt is, hogy debreceni kollégákkal, hajdonmegyei kollégákkal végig tudjuk mérni egészen Záhonyig az adott 4-es számú főutat. Ezt hasonlóan meg lehet itt csinálni Nyírbátor és Mátészalkai rendőrkapitányság közös erővel, még meg tudja csinálni és meg is fogják szerintem csinálni az elkövetkezendő időben. Azt várjuk ettől, hogy a városlakók is, és az átmenő forgalom is betartja az ide vonatkozó sebességkorlátozásokat. Másodperceket lehet nyerni ezzel, ha valaki gyorsan hajt, viszont tízezrekbe, százezrekbe kerülhet. Bízom benne, hogy ezzel biztonságosabbá tesszük a város közlekedését. Április 8-ig jelentkezhetnek az idősek az ingyenes látás- és hallásszűrésre. Az idősügyi kerekasztal javaslatára az önkormányzat támogatásával szervezik meg ezt a vizsgálatot, amelynek konkrét időpontjáról majd értesítik az érintetteket. Azt kitetszik majd tölteni, látás- és hallásvizsgálat ingyenes. És el kell helyezni a polgármester hivatal kollégáját. Idén először az idősügyi kerekasztal javaslatára idősek szűrését szervezik meg. Tulajdonképpen mit akar ez, illetve mikor indul, és hogyan lehet ehhez eljutni?
Ezt a következőképpen szervezzük. Két szűrővizsgálatról lenne most szó, a hallás és a látásról. Vagy egyik, vagy másik, vagy mind a kettő, tehát mind a kettőt lehet. És nagyon jó alkalom volt most, hogy a képviselők vitték ki a vitamincsomagokat, ezért gyorsan készült egy tájékoztató, benne van a csomagban, mindenkinek a csomagjába, amiben le van írva, hogy ez a két szűrővizsgálat lehetséges, le van írva, hogy milyen adatok, például tajszám, meg egyebek kellenek hozzá, és akkor ezt az idős embereknek, vagy ők, vagy valakivel eljutatják ide a polgármesteri hivatal portáján, van egy ládika, abba be kell dobni, és 8-áig van határidő, április 8-ig, és ezt követően feldolgozzuk ezt az anyagot, és akkor csoportosan egy-egy nap behívjuk, tehát telefonon visszaértesítjük őket, és behívjuk őket a vizsgálatra. És akkor ez mindenki számára ingyenes, illetve hát, hol lesz maga egyáltalán a szűrés? A szűrés az egészségügyi központban lesz, ott tudtuk megszervezni, és természetesen ingyenes. A szemorvos és az orrfülgégész szakorvos fogja végezni a vizsgálatot. Folyamatos fejlesztés sorozat zajlik a Sárkány Wellness és Gyógyfürdőben. A napelemparkot ma szerdán kötötték rá a rendszerre, és már is kezdődik a játszóházi fejlesztés. A fürdő épületének grillteraszát építik be, ahol egy nagyméretű fedett száraz játszóhelyet alakítanak ki. Igen, az első lépcső, az, amely projektnek most az ismertetője volt, az egy fél megawattos napelempark. Ez nagyjából azt jelenti, hogy a korábbi 100 milliós villamos energiafogyasztásunk az olyan 50-60 millió forintra fog csökkenni, mondjuk már a következő évben, ami láthatóan több 10 millió forint megtakarítást jelent, és ezt követően indulnak be a további beruházások, ami összesen nagyjából egy ilyen 2 milliárdos fejlesztést eredményez. Amit a városlakók leginkább érzékelni fognak, azok a turisztikai pályázatunknak az elemei. Ebben lesz egy több száz négyzetméteres benti a téli épületben kialakított játszóház. Tehez úgy fogalmazok, hogy a medence tér feletti, az emberek által kevésbé ismert napozó terasznak a beépítése, és az épület sarkánál lévő grill terasznak a beépítése történik. Itt csúszdákkal, 3D-s elemekkel, interaktív elemekkel, egy széles, egy fiatal gyerekkorosztálynak szóló játszóház alakul. Ki. Ezt úgy kell elképzelni, ez majdnem olyan színvonalú és minőségű, mint amik a komoly játszóházakban vannak, nagyvárosokban, a fővárosban. Emellett lesz egy vizes játszótér. Azt gondolom, hogy egy szülőnek nem kell elmagyarázni, hogyha a gyerek pancsolhat, sarazhat, közben játszótéren szaladgálhat, ugrálhat, az milyen, mennyire szeretik ezt a gyerekek. Én biztos vagyok benne, hogy az egyik legkedveltebb gyerekelem lesz a fürdőben. És emellett az egyes termálmedencét is teljesen átépítjük, két különböző hőfokú medencére, energetikailag is korszerűsítjük. Tehát itt rengeteg új elem jön be, és ezt követően elindul egy energetikai beruházás, egy közel 1 milliárdos energetikai beruházás, ami pedig további költségcsökkentést eredményez a fürdőnél. Ha ezzel el tudjuk azt érni, hogy a fürdő nem veszteséges, akkor utána óriási kedvezményeket szeretnénk majd adni a helyi lakosoknak, pont azért, mert ez az egész fürdő végeredményben mégiscsak azért jött létre, hogy a nyírbátoriak érezzék jól magukat itthol, Nyírbátorban, egy 21. századi fürdőben, és hogyha ezek a beruházások megvalósulnak, akkor ezt egy olyan áron tudjuk majd nyújtani a helyi lakosoknak, ami mindenki számára megfizethető, és bízunk benne, hogy egyre több és több nyírbátori fog kilátogatni a fürdőbe. Mikor várható, hogy megkezdődnek majd munkálatok, átépítések, bármilyen más folyamat? A napelem telepítése az már elindult, ez gyakorlatilag szinte már a végénél jár. A húsvét utáni szerdán már gyakorlatilag a bekötése megtörténik a rendszernek. Áprilisban elindul a medence átépítése is, és az épület bővítése is, úgyhogy akkor már majd április, május, június, júliusban fogják látni a fürdőzők magát a fizikai beruházást is. Hát itt nyilván ez jelent bizonyos területeknek a munkaterületként történő lezárását, bizonyos elemeket átmenetileg nem fognak tudni használni. De én, mint minden beruházástál el szoktam mondani, hogy ezek a kisebb kellemetlenségek azért kellenek, hogy utána még jobb körülmények között tudjunk szórakozni. Tovább zajlanak az útépítések, útszélesítések Nyírbátorban. A város nyugati részén a Sóhordó utca, Debreceni és a Zrínyi utca közötti szakaszán részben járda épül, illetve a közutat szélesítik meg 1 méterrel, valamint a közlekedés biztonságát szolgálja még, hogy kiemelt kereszteződést építenek a Sóhordó és a Zrínyi utca találkozásánál.
Az útépítések jelentős részét a város saját forrásból biztosítja. A Debreceni utca és az Irinyi utca közötti járdaszakaszt azt teljes mértékben felújítjuk. Ugye vannak olyan elhasznált és rossz szakaszok, amit most teljesen kicserélünk a munkálatok során. Nyilván azokat a helyeket, ahol a lakó saját magának leburkolta, vagy még olyan jó állapotban van az útborkolat, azt természetesen nem fogjuk felbontani. A járda felújítás mellett mi az, ami még itt tervben van ezen a szakaszon, a Sóhord utcán? Hát egy nagyon fontos bővítés fog körülbelül 2 héten belül elkezdődni, hogy a Sóhordó utcát, a Debreceni utcától a Kisbogárti utcáig 1 méterrel meg fogjuk szélesíteni, illetve az Rinyi utca és a Sóhordó utca kereszteződésben pedig egy ilyen kiemelt kereszteződést fogunk kiépíteni, ami a forgalomlassítást fogja szolgálni. Mindenféleképpen a lakók igényeit figyelembe véve épülnek ezek a beruházások. Ugye igény volt arra, hogy a járda az egyenletlen volt, ahol bukkanó volt benne, volt, ahol már felreperezett, összetörölezett a járda, tehát muszáj volt, hogy felújítsuk a járdákat, illetve ugye a forgalom megnőtt a Sóhordó utcán, és emiatt sokkal kényelmesebb lesz majd áthaladni ezen az útszakaszon. Hát és ugye figyelni kell, ugye, hogyha kiszélesítjük az utakat, akkor ugye a forgalom sebessége is megnőhet, és emiatt egy forgalomlassítót építünk be az Irinyi utcán. Lesz ott bármilyen más közlekedési szabály érvényben a mostaninál? Mert ilyen gondolom még akkor nincsen Nyírbátorban. Ez lesz az első? Igen, ez lesz az első kiemelt kereszteződés. Igazából táblákkal jelezni fogjuk a kereszteződés kiemelését, de a forgalmi szabályok azok nem fognak megváltozni. Mikor várható majd az egész beruházásnak a befejezése? Hát én úgy gondolom, hogy 1 hónap, 1,5 hónapon belül itt be fog fejeződni minden beruházás. Jelentős csúszással ugyan, de végre megnyitották a görögkatolikus bölcsődét. Jelenleg a beszoktatás időszakában vannak, a szülők felváltva viszik a gyerekeket napi 2-3 órára. A jól felszerelt intézményben 40 gyereket tudnak fogadni. Jelenleg még van pár szabad hely. Kétségtelen, hogy jó sokat kellett várni, de végre úgy tűnik, hogy megnyitotta a kapuit a görögkatolikus bölcsőde. Nagy az öröm? Igen, nagy az öröm, nem csak a mi részünkről természetesen, hanem a szülők részéről is, hiszen közel 40 gyerek, aki már beiratkozott a bölcsődénkbe. Jelenleg folyik a beszokatás időszaka, ami azt jelenti, hogy a gyerekeket a megfelelő időbeosztással a szülők egyre tovább itthagyják közöttünk, és természetesen a mi aranyos gondozó nőink beszoktatják a gyerekeket, tehát körülbelül 1 hónap kell, míg fokozatosan feltöltődik a bölcsődénk. Izgulnak egy kicsit, hogy bent van a gyerek? Hát természetesen igen. Mennyi idős a kicsi? Decemberben töltötte a 2-t. És vajon hogy bírja, mit gondol? Hát úgy tűnik eddig elég jó. Másodszor rossz, a harmadszor, vagy hogy? Második nap, másodszor. És meddig volt itt első alkalom a gyerek? Hát 1 óra hosszát együtt igen. Töltöttük. Így kezdésnek. De most már látom, hogy azért ott hagyja egyedül igen, is. Igen, egy kicsit kiosontunk, hogy hagyd szokja a nevelőnéniket is. Kitartottak a szülők? Tehát meg lesz a 40 gyerek? Igen, igen, kitartottak a szülők. Hát néhányan voltak, akik lemaradtak, de természetesen semmi probléma. Még van 10 üres helyünk, úgyhogy aki akar jönni, még szeretettel várjuk. Minden készen van már? Gyakorlatilag igen, készen van, teljesen föl van szerelve az épületünk. Annyira még várunk, hogy hála Istennek tegnap a Jóisten meglocsolta a kertünket, úgyhogy a fű igencsak megindult a növekedésnek. Ha az is meglesz, akkor teljes szépségében kész a bölcsődénk. Milyennek látja a bölcsődét? Nagyon jó, nagyon szép, mindenki kedves. Hát így az első benyomások jók. Igen, nagyon jó. És már játszik is a Dajka nénivel, és el van nélkülem, azért ki is mentem, úgyhogy nincs... Mikor hagyja itt teljesen, úgyhogy már nem lesz itt vele? Hát még 1-2 nap itt leszek, hogy figyelek, utána már lehet délbe, utána meg itt is fogja aludni szerintem péntektől is. És akkor és az anyuka mit tervez, dolgozni szeretne? Igen, szeretném visszamenni dolgozni. Hol dolgozik egyébként? Hát gondozó vagyok az egyháznál.
Sokat izgultunk a kivitelezői problémák miatt. Én azt hiszem, hogy az elmúlt egy évnek a szenvedése hosszú távon meg fogja hozni a gyümölcsét. Olyan lett ez a bölcsőde, amilyennek megálmodták, úgy fog működni, ahogy gondolták? Reményeink szerint igen, maga az épület is szép, rendben van, gyönyörű helyen van, kiemelkedő szépsége van a tó mellett, tehát nagyon is örülünk és boldogok vagyunk. Április 22-től lehet beiratkozni az óvodákba. A nyírbátori önkormányzati Kerekerdő óvoda 3 tagóvodájában is várják a gyerekeket, helyenként más-más specialitásokkal, illetve ma a legkorszerűbbnek számítható felszereltséggel és felújított épületekkel. Önök idén hány gyereket tudnak felvenni? 47 gyermek megy tőlünk iskolába az idén, tehát ennyit fel is tudunk venni. Hát ez már nagyon a végső létszám, hiszen 26-27-es fővel működtünk az idén, tehát ettől magasabb létszámot nem szeretnénk. Miért? Mit nyújtanak önök, amitől egyébként ennyire választják a szülők ezt az óvodát? Szeptemberben, mikor beérkeznek az új gyermekek, akkor egy családias, derűs hangulatot árasztó környezetbe fogadjuk a gyermekeket. Szakképzett óvodapedagógusok és Dajka néni segítségével az itteni szokásszabályrendszert elsajátítják. Nagy csoportos korukban, ahol ugye kiemelkedő az iskolára való felkészítés, további lehetőségeket biztosítunk. Minden gyermek egyéni érdeklődésének megfelelően tehetséggondozó csoportban vehet részt. Többféle ilyen csoport is van? Igen, többféle van. Van az ovisak csoportunk, van a robotika csoportunk, ez egy új csoport, ez az idén indult. Ovi jóga csoportunk, a mazsoret csoport, ami nagyon népszerű, a fiúk körében a bozsik foci, ami szintén népszerű. És nagy csoportosaink heti rendszerességgel úszni járnak, hiszen intézményünk csatlakozott a Magyar Nemzet Úszó Programhoz. És ez számít, tehát a szülők mondjuk direkt azért hozzák ide a gyereküket, mert van itt valamilyen ilyen plusz program? Van igény, amikor a szülőket, mint partnereket, az ő igényüket felmérjük, akkor ez mindig a felmérésbe bekerül. Tapasztalataim szerint óvodapedagógusokat választanak a szülők. Tehát ez a legfontosabb, a személyes. Na most mikortól lehet és meddig lehet beiratkozni? A beiratkozásunk időpontja április 22-23-24-e, reggel 8 órától 17 óráig várjuk a beiratkozni szándékozó szülőket. Már megszokott helyszínen, a Fedeles Lovarda területén változatlanul jelentős érdeklődéssel zajlott a húsvéti játszóház, aminek keretében megnyílt az állatsimogató és az új fogadóépület is. 10 órától kezdődött a rendezvényünk, ahová már 3:40-kor a kis vonat indult a Penis játszótértől, és hozta ki a gyerekeket, illetve szüleiket, nagyszüleiket, és az állatsimogatóval, illetve az ugrálóvárral, a lufi hajtogató bohóccal, arcfestéssel már akkor találkozhattak a gyerekek, illetve 11 órától már lovagolhatnak, a kis állatsimogató is már várja a gyerekeket. És találkoztunk olyan nagypapával, aki a távol élő unokáival látogatott ki hozzánk, és nagyon bátran a locsoló versüket is bemutatták nekünk, és elmondták. Mit készítettek itt? Jussit. Hát, hogy így meg kell tömni a ilyen vattával, és ilyen szemet kell rá ragasztani, és rajzolni ilyen bajusz neki, meg ilyen orrot kell ragasztani. Nyírgyulajból jöttünk, 4 két gyerek, 2 felnőtt. A kisfiam húsvéti locsolóverset mondott eddig, kipróbáltuk ezt a tojássütögetőt, ültek a körhintába, a kicsi körhintába és az ugrálóvárban vettek eddig részt. A kislány az első tojáskeresési versenyen is részt vett. Sikeresen talált egy tojást. Mindjárt szoborult az egész természet, minden Krisztusunk a keresztván szenvedett. Az elmúlt pénteken volt a temetése, tegnap a dicső felkelése. Az ő tanítványait okokba siratták, mint hűséges gyermek az édesanyját.
Április 4-én csütörtökön 19 órakor a Duma Színházból ismert Kovács András Péter önálló estje látható és hallható a Művelődési Központ színház termében. Jegyek már csak korlátozott számban kaphatók a dumaszínház.jegy.hu oldalon. Április 6-án szombaton 14 órától 18 óráig mese délutánt és rajzfilmvetítést szerveznek a gyerekeknek az Ifjúsági és Családi Kuckóban. Kedves nézőink, Önök a Bátor Televízió híradóját látták. Munkatársaim nevében is megköszönöm a figyelmüket. További kellemes televíziózást kívánok mindenkinek, viszontlátásra! A műsorvezető ruháját a Gabi Mami divatáru biztosította.